Érkezik a bébi ételekkel, konzervekkel, kekszekkel teli kosára rászoruló családokhoz. Élelmiszereket, ajándékokat, plüssöket gyűjtöttek a Szénatéri és a Hétvezér általános iskola diákjai, hogy szebbé tegyék az édesanyák és gyermekek karácsonyát. Főként karácsonykor, máskor is az éppen, de nagyon fontos, hogy segítséget tudjunk nyújtani a rászorulóknak, ami nekünk természetes, az nekik nagy örömet okozhat ilyenkor. Rengeteg plüssállatot, ruhát gyűjtöttünk össze, bébi ételt, és hát tényleg nagy örömünkre szolgált. Deák Lajosné önkormányzati képviselő minden évben ellátogat adventben is a családok átmeneti otthonába, hogy a tanulókkal közösen átadja az adományokat az intézményben élőknek. Nem csak adventben, hanem az év minden napján támogatni kell a családokat, főleg a csonka családokat. A gyerekek önzetlenül és szeretetből teszik ezt, a szülők örülnek neki, hogy a gyerekek megtapasztalják az adni örömét, és ezek a dolgok, amit összegyűjtöttek a Szénatéri általános iskolába, illetve a Hétvezér általános iskolába, ezek nagyon hasznos dolgok. Nem csak az advent időszakra, hanem a mindennapos élethez. Különböző olyan dolgokkal készültek, amik gyerekeknek való, amit talán a csonka családok nem engedhetnek meg maguknak, olyan játékokat, édességeket, akkor tartós élelmiszert, babaáparási cikkeket. Érkezett még liszt, cukor, étolaj is a csomagokban, amelyeket a karácsonyi sütéshez, főzéshez tudnak felhasználni az édesanyák. Az otthonban élőknek nagy segítséget jelent az adventi adomány. Minden évben nagyon örülünk ennek a megkeresésnek képviselő asszony által. Ez már egy nagyon-nagyon hosszú évekre visszamenő kapcsolat közöttünk. Azt kell mondjam, hogy most már egy picit úgy talán várjuk is ezt a lehetőséget, mert mindig nagyon hasznos dolgokat kapunk. Mindig a gyerekek életkor, az aktuális gyerekek életkorához igazítottan érkeznek a játékok. Az édesség az mindig nagyon népszerű. Az anyukáknak pedig a mindennapi élethez, a napi készülődéshez szükséges termékek pedig napi segítséget jelentenek. A családok átmeneti otthonának legkisebb lakója szombaton született. Az intézményben 6 család él, az ő karácsonyokat tették szebbé a diákok az adományokkal.